Köszöntöm Önöket, ez a 35 perc a Kölcsey Televízió közéleti műsora. Történelmi jelentőségű beruházás vette kezdetét a Vármegyében. Épül az M49-es gyorsforgalmi út Nyíregyháza és Szatmárnémeti között. Ezzel is foglalkozunk ma este, előtte azonban nézzük a teljes kínálatot. Szüret előtt. Kiváló az idei diótermés. Elindult nagy beruházás. Már épül az M49-es gyorsforgalmi út. Szakmafest, innovatív állásbőrzét rendeznek Nyíregyházán. Közeleg a diószezon. Az idei termés minősége kiváló lesz. A dió mérete a 36 mm-t is elérheti, a hozam pedig hektáronként akár 2 tonna is lehet. A tavalyi szárazsághoz képest az idei csapadékos idő kedvezőbb volt az ültetvények számára. A csapadék mennyisége és az extrém meleg időszakok azonban így is okoztak problémát a gazdák számára. A térség egyik legszebb dió ültetvénye Tarpán. Itt, közel 40 hektáron, mintegy 4000 diófa található. Guti Rudolf, harmadik generációs termelő, aki már biogazdálkodást végez a területen. Ezt még a nagyapám kezdte itt a diótermelést, és utána ő adta tovább az édesapámnak, ő édesapám meg nekem. Innen indult el a dolog, de Tarpán közel olyan 280-300 hektáron termelnek diót. Ebből, ami intenzíven termelés folyik, az inkább egy olyan 80 hektár körül van. A többi egy ilyen átéri diósnak nevezhető, vagy egy nagyon régi diós még annak idején a termőszövetkezet telepítette, és azt sikerült majd kiosztani, és azokon mennek a termeléseket. Azok már öregek fák, nagyon nagy a magassága, nagyon nehéz permetezni, nagyon nehéz bármilyen technológiát rajta véghez vinni. A tarpai gazdálkodó azt vallja, a természeti kincsekben gazdag településnek több valutája van. A térségben híres, nem tudom szilvából készült lekvár és pálinka mellett ma már a dió is jó befektetésnek számít. Igaz, a verseny is nagy. Ez a dió, ez egy fehérje növény. Visszamegyünk akár a rendszerváltás előtti időszakra is. Nagyon eszpott termék volt. Mi 17-18 évig hordtuk ezt Dunántúlra. Zsákhegyre, ott volt egy francia vállalat, aki ezt egy csomagolta, úgy, mint héjas diót, úgy, mint bélt, és akkor került a Európába, vagy a világ bármi részére. Amit el szeretnék itt mondani ezzel kapcsolatban, hogy ez a diótelepítés, ez egy nagyon elkötelezett dolog, mert ennek a termelő fordulása 8-10 év. Itt ebben az ültetvényben vagyunk, ez 22 és 25 éves ültetvényekről van szó. Nem igazán hozza meg egyből a hasznot. Nem olyan, mint egy intenzív alma, vagy bármelyik intenzív gyümölcsöt eltelepítsük, és akkor már második évben jelentkezik rajta a termés, jelentkezik rajta a haszon. De viszont ennek ez a helyen, ahol most vagyunk, ez egy tiszai átér, és innét indult el a dió, a tiszai átérő. Annak idején a Szent Iványi professzor kijött ebbe a térségbe, és 5000 darab diót gyűjtöttek neki össze, különböző településekről, és ebből az 5000 darab dióból választotta ki a Milotai 10-est, ami Milotáról származott, valamint a Csécsi 83-ast, ami szintén Csécsei településhez kötető, valamint ő még adott egy porzót Szent Iványi néven. És ennek a diónak, amit tudni kell, egy ilyen másfél, 2,5 tonna termése, míg nyugati fajták, a Pedro akár egy 4 tonnát is tud teremni, de ennek van egy előnye, ez egy korai dió, gömbölyű, ezáltal nagyon könnyen lehet osztályozni, nagyon könnyen lehet mosni, szárítani, vaxolni, valamint a héja is nagyon papírhajú, nagyon szeretik a háziasszonyok. És a B-tartalma úgy fehérjében, meg zsírba is, vitaminokba, ásványanyagokba megfelel. A piacon nagyon korán oda lehet dobni, de viszont versenyezni kell a Pedro és a nyugati diókkal, a kaliforniai diókkal, ami nagy tételben jön be Európába, és az ára is olcsóbb. Hektáronként 100 és 110 darab van telepítve, most az újabb telepítések azok 100. Régen az volt a szabvány, hogy 10-10-be telepítsük a diót, na most próbáltuk már mi is ezt a
ezt a tiszteletet egy kicsit lejönni, mert ahhoz, hogy különböző műholdas ellenőrzés, vagy bármilyen ellenőrzések vannak, ami előtt alapú támogatást kapunk, akkor inkább legyen több 15-20 darabba, hogy megfeleljünk, mert azért itt vadállomány is elég jelentős létszámban jelen, és szeretik itt a szarvasok meg a különböző vadak fényesíteni az agancsokat ezeken a fákon, ez inkább a nagyobb részbe vegyünk. Most százalékban, hogyha veszik, akkor 80% a milotai, és 10%-ban van benne az alsó szentivány, mint porzó, és van egy tábla, ami Csécsi 83-as. Mind a három egy külön egyéniség, egy külön jellegzetesség. A milotai az a piac miatt kell, hogy gömbölyű legyen. A mérete eléri a 32-36 mm-t, míg a nyugati fajták inkább csak egy ilyen 26-30 mm közé tehetőbe. Ezzel is egy piacra jobban be lehet törni. A Pedro az, nem, a alsó Szent Ivány az egy porzó, ez a Csécsi 83-as, és ez egy kis különlegesség. Milyen az idei termés? Milyen viszonyok voltak idén? Az idei termés az vonatkozik, hogy volt egy minimális fagy, amit egyébként kivédtünk. A legnagyobb probléma a növényvédelemben volt, mert ez egy éve bióba álltunk át. Azelőtt beléptünk egy nemzetközi minőségbiztosítási rendszerbe, Global Gap-be. Ez a Global Gap azért kellett, mert megkövetelték tőlünk a vevők, hogy nyomon kövessük ennek az útját, a telepítéstől kezdve, fajtáktól, növényvédelem, tápanyaggazdálkodás, még a permet vizet is be kell vizsgálni. És ehhez tavaly becsatlakoztunk az ökológiai gyümölcstermesztésbe, a bióba. Az idén annyi csapadék volt, hogy heti szinten minimum kétszer volt csapadék, és ezekkel a szerekkel nem nagyon tudjuk megfele védeni. Nagyon sokat kell permeteznünk. Szinte minden eső után ki kellene szaladni, és akkor gombabetegségek ellen megfújni. Most ez ahhoz vezetett, hogy egy kicsit most gyengébb a lombállomány. Elindult a levélhullás a nagy hőfok miatt, de úgy érezzük, hogy a termésnek a mennyisége és a minősége az viszont jó lesz a csapadék miatt, a termés mérete 34-36 mm-t el fogja érni. Mikor kezdődik a betakarítás, és most jelenleg milyen munkálatok zajlanak? A betakarítás a szeptember közepén szokott kezdődni, de ez mindig meghatározza azt, hogy vannak a csapadék, mert a csapadék hatására szokott kicsattanni a dió, hogy ne kelljen annyit leválogatni a burkot, meg ne kelljen különböző gépeken ezt törni. Megvárjuk azt, hogy kicsattanjon ez a burok, és utána indul be a betakarítás. Jelen pillanatban a gyümölcsfák alját egy kalapácsos zúzóval zúzzuk lefelé. Egyrészt készülünk arra, hogy nagyobb mennyiségben lesz a levélhullás, és hogy a diót könnyebben be tudjuk takarítani. Van egy lomfúvó, amivel ezt a levelet ki fogjuk fújni, és akkor a dió fog alatta tisztán látszani a fa alatt. Lehet-e már látni a hektáronkénti mennyiséget, hogy mennyi lesz a hozam, illetve most van-e különbség a között, aki mondjuk nem bióban gazdálkodik? Annak probléma volt-e ez a rengeteg csapadék ilyen szempontból? Hát a hozamot azt szerintem olyan 2 tonnára becsülöm. Na most ez hozzátartozik az is, hogy ez attól is függ, hogy milyen növényvédelmet, milyen lombtrágyákat használt, mennyi tápanyagot kapott ez a növény, hány szó volt a soralja vagy a sort köz kaszálva, mert ebben a csapadékos időjárásban 5 alkalommal kellett kaszálni, és a bióban nem engednek semmilyen gyomítót használni, szóval itt ilyen mechanikus gyomítás történt. Ez is egy plusz költséget jelent, de a másik oldalt úgy érzem, hogy kompenzálni fogja az ár, meg a piac. Több gyümölcse is vagyunk egyébként bióba, 4 éve vagyunk bióba a megybe, almába és szívába. És ugyanez nemzetközi biztosítása is van. Valahogy úgy érzem, hogy most kezdődik azt, hogy a gazdák lássák, elkezdődött a ipari alma beszállítás, 38 forint a konvencionális és 50 forint a bioalma. Valamilyen szinten lett kompenzálva, sőt a piac is azt úgy érzi, meg a fogyasztók is, hogy egészséges élelmiszer irányába kell elmenni. Mindenütt ezt hallom, ugyanúgy a szántóföld, ugyanúgy a gyümölcs vagy a zöldségtermesztés, mindenki ezt preferálja, hogy egészséges élelmiszerek legyenek. Visszatérve a dióra, a feldolgozás az hol és hogyan zajlik? Itt a térségben a legnagyobb feldolgozó az Jánk Majtison van.
ott található 2-3 feldolgozó is, és akkor a gazdák ővel veszik fel a kapcsolatot, oda szállítsák be a diót, ott történik meg ennek a buloktalanítása, ott történik meg a mosása, osztályozása, és akkor utána a szállítás. Itt ebből a dióból mi minden készül? Hát ebből a dióból 95%-ban ez exportra megy. Ez egy olasz feldolgozó üzembe jut, ott mossák, szárítsák és vaxolják, jelentős része pedig Szaúd-Arábiába köt ki. Épül az M49-es gyorsforgalmi út Nyíregyháza és Szatmárnémeti között. Az első 28 kilométeres szakasz kivitelezése elindult, majd a második szakaszban további 17,5 kilométeres rész készül el az országhatárig, jelentette be Lázár János építésügyi és közlekedésügyi miniszter Nyírmeggyesen. A teljes beruházás magyar oldalon csaknem 340 milliárd forintba kerül, és a tervek szerint 2026 végére fejeződik be. Még csak a markoló és az úthenger tud közlekedni a Nyíregyházát Szatmárnémetivel összekötő gyorsforgalmi út nyomvonalán. A beruházás első szakaszát nemrég kezdte el a kivitelező. A munka 5%-a készült el eddig. Az út nagyon fontos fejlesztés lesz a párciumi Szatmárnémeti számára. Ez nem csak egy magyarországi beruházás, hanem gyakorlatilag bekapcsolja Észak-Parciumot, bekapcsolja Szatmár térségét, Észak-Nyugat Romániát is az európai autópálya hálózatba. Mi is a magunk részéről a romániai oldal a maximális komolysággal állunk hozzá ez a beruházáshoz, és azon a 14 kilométeres szakaszon, ami Szatmárnémeti körgyűrűjét összeköti ezzel az M49-essel, már megvalósíthatósági tanulmány elkészült, régészeti mentesítés megvolt, készül a műszaki terv, illetve a kisátítási korridor, a kisátítási útvonal meghatározásra került, és elkülönítették azokat a pénzösszegeket, amelyek kártalanítani fogják a tulajdonosokat. A szatmári térség számára azért kiemelt ez a beruházás, mert a 49-es utat naponta 10 000 jármű használja, így nagyon balesetveszélyessé vált. Szatmárnémeti, mint a régi megye legnagyobb városa, és azt gondolom, hogy Párcium egyik legnagyobb városa, nagyon közel van hozzánk. Ez akár foglalkoztatásban, akár pedig a cégek együttműködésében is szerepet játszhat. Emellett azt gondolom, hogy a közlekedés biztonságát is meg kell, hogy említsem, hiszen a 49-es nyomvonal végig az 5-ös választókereten jön keresztül, és nagyon kanyargós településeken több mint 10 000 jármű megyen 24 órán keresztül, úgyhogy én nagyon nagy tisztelettel köszönöm a kormánynak, hogy nagyon kevés autópálya épül 2023-ban, hogy a M49-es része lett ennek. Az épülő gyorsforgalmi út a Beregi térség számára is fejlődést jelent. Fehérgyarmat környékéről is sokan tudják majd elérni az autópálya hálózatot. Ha valaki Fehérgyarmatról Mátészalkára, Budapestre akar menni, akkor elég gyakran el szoktak kerülni Mátészalkát, hiszen ahogy képviselőtársam Sanyi mondta, szinte lehetetlen közlekedni az M49-esen a forgalom miatt. Én is, ha tehetem, akkor Vásárosnamény felé megyek, ahol már szerencsére van autópálya. Mi a szatmári térségben élők azért örülünk ennek a beruházásnak, mert így Fehérgyarmatról gyakorlatilag egy település, Tunyogmatolcs után mi is gyorsforgalmi úton tudunk eljutni az ország szívébe, és akár Nyugat-Európába, akár Bécsbe is, vagy Bécsből vissza könnyen el lehet jutni Szatmárnémeti felé, és bízunk abban, hogy ez nem csak egy Nyíregyháza Szatmárnémeti, hanem akár egy Kassa Szatmárnémeti, és akár közelebb hozhatja mondjuk egy Beregszász Szatmárnémeti településeket is egymáshoz. A beruházásról tartott tájékoztatón Lázár János építési és közlekedési miniszter azt mondta, 2010 óta 700 km hosszú gyorsforgalmi utat építettek meg az országban, amelynek legújabb szakaszon lesz az M49-es. A legfontosabb stratégiai célkitűzésünk az autópálya hálózat további fejlesztésében, hogy kihasználjuk azt a helyzetet és azt a lehetőséget, hogy Magyarország határvidék két világ határán, kelet és nyugat határán, észak és dél határán, az európai és az ázsiai kultúra határán vagyunk, hídország vagyunk, nem kompország most már, és ezért nagyon fontos a különböző Kárpát-medencei régiók összekapcsolása. Magyarország legnagyobb közútfejlesztési beruházása a Kassa-Miskolc autópálya volt az elmúlt években. Ezt a programot szeretnénk folytatni Nyíregyháza Szatmárnémeti összekapcsolásával, vagy Nyíregyháza és Munkács összekapcsolásával, Szeged és Szabadka összekapcsolásával vasútvonalon,
Arad és Békés Csaba autópálya összekapcsolásával, de visszük az M6-os autópályát le a határig, és fogjuk folytatni a 6-os út autópályává építését Szigetvár irányába is, hogy mind Horvátország, mind Szlovénia irányába direkt, közvetlen és minél több típusú kiállásunk legyen, mint ahogy szeretnénk, hogyha Győr is Dunaszerdahelyjel autópályával lenne összekötve. Tehát legalább tucatnyi olyan programunk van, amely egymáshoz közel lévő magyar vidéken lévő településeket kapcsol össze autópálya és úthálózat segítségével. Ez a beruházás azért különösen fontos, mert a kormánynak stratégiai célkitűzése, hogy Nyíregyháza, Debrecen és Miskolc háromszögből egy új gazdasági övezetet épít Győrhöz vagy Budapesthez hasonlóan. Ez a gazdasági övezet elsősorban ipari övezet lesz, ahol az autóipar és az autóiparnak beszállítók lesznek a meghatározók. Ehhez munkaerőre van szükség, a munkaerőt pedig legkönnyebben úgy biztosíthatjuk, hogyha könnyen jutnak el az emberek Nyíregyházára, könnyen jutnak el Szatmárnémetibe, vagy könnyen fognak eljutni majd az emberek Debrecenbe és Miskolcra. Ez praktikusan azt fogja jelenteni, még ilyen viszonyok között nem tartottam sajtótájékoztatót, de legalább ezt is megtanulom, nehezített műfaj a kormányinfónak. Tehát ez azt jelenti praktikusan, hogy a kormány minden más autópálya építés leállítása után 2022 őszén egyetlen egy autópálya fejlesztést hagyott jóvá, Nyíregyháza-Szatmárnémeti összekapcsolását, ami két részből áll, egy 28 kilométeres szakasz kivitelezéséhez kezdhetett hozzá a Duna-aszfalt, mint egy 175 milliárdos beruházásképpen, és ennek folytatásaképpen egészen a magyar-román határig megépül egy 17,5 kilométeres szakasz szintén 2026-ra, ami 150-160 milliárdba kerül majd. Terveink szerint 2026 végére a román kormánnyal való együttműködés eredményeképpen Szatmárnémeti és Nyíregyháza autópályával kapcsolódik össze, elhárul az akadálya annak, hogy a két térség gazdasági, társadalmi együttműködése megvalósulhasson. A kormányzat célja ezzel a beruházással is az, hogy biztosítsa a gazdasági fejlődést a Debrecen-Nyíregyháza-Miskolc térségben. Ez a régió, Kovács Sándor képviselőtársam és Tilki Attila képviselőtársam térségei nehéz helyzetbe kerültek a háború miatt. Gondolhatják az újságírókon keresztül a olvasók, a hírekre figyelők, hogy kevés ember akar itt beruházni, investálni a magyar-ukrán határ közelében, háborús helyzetben. Amíg nem lesz béke, kevés lesz az investíció, ezért az államnak kell közinfrastruktúrális beruházásokkal helytállnia, például autópályaépítéssel könnyítve a közlekedést, vagy más gazdasági beruházásokkal. Tilki Attilának sikerült pénzt hozni a vásárosnaményba, de az M34-es megépítése Ungvár miatt, illetve Záhony tehermentesítése miatt egy nagy adósságunk, amiről megbeszélést folytattunk és folytatunk a ma délután folyamán. Képviselő társaim azon lobbiznak, hogy az M49-es mellett az M34-es először vásárosnaményig, majd onnan M3-assal Munkács irányába és a 34-es pedig Záhony irányába valósulhasson meg. Ennek a tervei készen vannak, a forrás biztosítása az én dolgom, illetve az én harcom lesz majd, amihez Kovács Sándor és Tilki Attila is kiváló segítséget fog majd adni. Tehát a kormány figyel erre a régióra a háború miatt, figyel az itt élőkre, senkit nem hagyunk magára, és ezt a régiót is fejleszteni fogjuk, még a rendkívül szűkös erőforrások kapcsán is. Ugye köztudott dolog, hogy az idei esztendőben egy autópályaépítés van lényegében folyamatban, az M49-es, és a Mohácsi Dunahídnak az építését kezdjük meg 23 végén, illetve 24-ben, és a többi beruházásnak várnia kell az ország gazdasági viszonyának rendeződéséig. Tehát nagy dolog az, hogy a képviselőtársaimmal közösen ezt a beruházást el tudtuk érni, elsősorban azért, mert Szatmárnémeti támogatásában a kormánynak komoly elképzelései vannak, polgármester úrral szorosan együttműködünk. Óriási dolog az, hogy egy akkora méretű városban, mint Szatmárnémeti, magyar ember elnyerte az ottani közösség többségének a bizalmát és támogatását. Magyar polgármestert adunk, akinek meg kell szolgálni a bizalmat, és biztosítani kell az ott élő románság és magyarság számára is a biztonságos közlekedés, az együttműködés, a gazdasági kooperáció lehetőségét. Ezért épül az M49-es Szatmárnémeti és Nyíregyháza között. Legalább ilyen fontos lesz a vasúti közlekedés erősítése majd Debrecen és Nagyvárad között, és Békés Csaba és Arad között pedig új autópálya kapcsolatnak a biztosítása. Ez lesz a következő évek legfontosabb fejlesztési prioritása, és ezzel foglalkozunk most és a jövőben. A beruházásból 5% készült el idáig, 2026 ősze ez a szakasz, és 2026 december lehet a következő szakasz, tehát 26 végére Csengernél négysávos autópályával lépünk ki az országból. A román kormány pedig azt vállalta, hogy 12 kilométert megépítve Szatmárnémetiig biztosítja a négysávos kapcsolódást.
Ugye mindig, amikor Magyarországon határon túli magyarokról beszélünk, Székelyföldért dobog mindenkinek a szíve. A szórványban élő magyarság helyzetét kevesen ismerik és értik, és azokat az értékeket és tartalékokat, amit a szórványban élő magyarság jelent itt például Szatmárban és Partiumban, kevesen gondolják gazdaságilag vagy társadalmilag kihasználni. Mi ezzel egy új fejezetet szeretnénk ezen a területen is nyitni. Az első szakaszban 28 kilométer épül meg, majd azt követően a Csengerig tartó 17,5 kilométeres rész. A román kormány pedig azt vállalta, hogy a Szatmárnémeti és a határ közötti 12 kilométeres szakaszt építi meg. Szeptember 15-én egy napra a szakmák minibirodalmává alakul Nyíregyházán a Kossuth tér. Aznap rendezik meg a Szakmafest elnevezésű rendezvényt, amelyen a vármegye számos gazdasági szereplője és foglalkoztatója várja az álláskeresőket egy innovatív állásbörze keretében. Az esemény beharangozóján Kovács Ferenc Nyíregyháza polgármestere azt mondta, kettősség jellemzi az aktuális munkaerőpiaci helyzetet. A nagyvállalatok keresik a szakképzett munkaerőt, a vármegyében ugyanakkor jelenleg több mint 23 ezer álláskeresőt regisztrálnak. Abban bíznak, hogy a szeptemberi fesztivál összehozza az igényeket. Tudományok utcája, Profi utca, Startup utca vagy Gyárak utcája csak néhány azok közül, amelyek bejárhatóak lesznek szeptember 15-én Nyíregyházán a Kossuth téren kialakított egynapos kisvárosban. A nyíregyházi foglalkoztatási paktum a szakképzéssel, a város meghatározó gazdasági szereplőivel és a foglalkoztatás területén érintett szervezetekkel együttműködve szervezi meg a Szakmafestet. A rendezvény célja, hogy újfajta szemlélettel mutassák meg a vármegye álláskeresői vagy a pályaváltás előtt állók számára a szakképzésben rejlő lehetőségeket. A Nyíregyházi Foglalkoztatási Paktum OKO csoportjaiban született az ötlet, hogy szervezzünk szeptemberben, amikor még jó idő van, egy fesztivált. A neve a Szakmafest, amelynek keretében 3 éves kortól 99 éves korig mindenkit várunk. A rendezvény központja az a Kossuth tér, ahol újfajta szemlélettel szeretnénk segíteni, hozzájárulni ahhoz, hogy interaktív módon megismerjék a szakmákat, hogy megmutassuk, hogy a szakképzésben is van karrier lehetőség, de talán a legfontosabb az, hogy a Nyíregyháza környezetében lévő vállalatokat, cégeket segítsük abban, hogy valóban jó szakemberekkel dolgozhassanak, vagyis a szakmaválasztás mellett mi a foglalkoztathatóságot is kitűztük célként. Az együttműködésen van a hangsúly, hogy itt a szakképzési centrumok, szakképzőiskolák, a tankerületi központ, a foglalkoztatási főosztály, kamarák és a cégek együtt mozdulunk meg, és már a szervezésben is együtt dolgoztunk azért, hogy ez egy valóban sokszínű rendezvény legyen. Másféle szemlélet, nem kiállítóként jelennek meg majd külön-külön ezek a szervezetek, hanem együtt, tematikus utcákban. A Kossuth téren több ilyen utca is lesz, például a Fit utca, ahol együtt van az egészséges életmód, együtt van, itt lesznek az egészségügyi képzéssel foglalkozó iskolák, de itt lesznek azok az iskolák, akik tudnak segíteni abban, hogy egészségesen táplálkozzunk, vagy itt fogjuk bemutatni a sportágazatot. Vagy a Tudomány utcája, ahol egyetemisták, középiskolák együtt kísérleteznek a Profi utcában, gépészet, elektronika témában, és hát lesz Gyárak utcája, ahol a nyíregyházi nagy gyárak jelennek majd meg, és a lehetőségek utcáját emelném még ki, ahová álláskeresőket, olyan felnőtteket várunk, akik pályakorrekcióra szorulnak, de lehet, hogy éppen hobbi szinten szeretnének szakmát tanulni. Itt a felnőtt képzésről, felnőtt oktatással kapcsolatos minden információt megkapnak, de ide várjuk a foglalkoztatási főosztállyal együtt az álláskeresőket, akiknek szeretnének segíteni úgy, hogy itt is együtt vannak az iskolaoktatói, a cégek képviselői, a foglalkoztatási főosztály szakemberei, vagy éppen a kamara tanácsadói. De lesz egyetemtér, művésztér. Reggel 9 órakor együtt ébresztjük a várost. Az egyetemisták, középiskolások, általános iskolások és végül az óvisok csatlakoznak a szakmafutáshoz, és közösen érkeznek be a Kossuth térre. Itt kerül sor majd a megnyitóra, ahol egy flashmobban szeretnénk színesíteni és megmutatni, hogy Nyíregyháza mennyire sokszínű, akár a képzések, akár a cégek, a vállalkozások szempontjából is.
A megnyitót követően ugye az utcák 9-től 16 óráig lesznek nyitva. A nagy színpadon folyamatosan kulturális sportbemutatókkal, színes szakmai bemutatókkal próbáljuk az érdeklődés szinten tartani, és szeretnénk ezen a napon mindent megtenni azért, hogy gyerek, szülő, tanár, oktató, vezető, vállalati oktató, vállalati szakember együtt kapja meg azt az információt, amire éppen szüksége van ahhoz, hogy hozzájáruljon ehhez a közös tevékenységhez. Egyedülálló kísérő programja lesz a fesztiválnak a Nyitott Gyárak program, melyhez a LEGO nyíregyházi üzeme is csatlakozott. Ennek keretében összesen 15 cég nyitja meg kapuit és mutatja meg az érdeklődő fiataloknak, hogyan zajlanak a napi munkamenetek a nagyobb vállalatoknál. Én azt gondolom, ez egy nagyon újszerű kezdeményezés a városban, sőt nem csak a városban, én azt gondolom az egész országban talán egyedülálló lesz. Mégpedig az, hogy a gyárak, a cégek, a vállalkozások megnyitják a kapuikat az érdeklődők előtt. Én azt gondolom, hogy ez egy mintaértékű kezdeményezés lesz. Miért fontos ez? Alapvetően én azt gondolom, hogy akkor, amikor valaki munkát keres, egyébként is egyfajta jó, egy alapfeszültség van benne, de akkor, amikor arra gondol, hogy bemegy egy olyan vállalathoz, amit nem ismer, főként ha nagy, főként ha grandiózus, akkor van benne egy olyan plusz feszültség, ami talán nagyon sokakat visszafoghat. Miért? Mert nem ismeri, nem tudja. Most fiatalokat fogunk megszólítani, mintegy 400 fiatalt, 15 vállalat fogja kinyitni szélesre az ajtajait és a kapuit, és ennek valóban az a célja, hogy inspiráljuk a fiatalokat, megmutassuk nekik, hogy valójában mi történik ezekben a gyárakban, hogyan élnek ott az emberek, hogyan dolgoznak ott, milyen folyamatokban, milyen technológiában dolgoznak, hogyan lehet oda jelentkezni, hogyan lehet ott élni, hogyan lehet ott dolgozni, megtalálni a számításukat, a karrier céljaikat, és uram, bocsánat, elmenni nyugdíjba onnan. Amiért nagyon fontos számunkra ez, az nem csak az, hogy inspirálni tudjuk a fiatalokat, későbbiekben szeretnénk kiterjeszteni, ez a céljaink között szerepel, nem csak a fiatalok körére, hanem szélesebb körre, idősebbek és még idősebbek körére, hogy valóban azt a képet tudjuk megmutatni, ami az igaz, ami a valós, ami előre mutat, ami előre viszi és inspirálja azokat az embereket, akik munkát szeretnének vállalni. Kovács Ferenc nyíregyháza polgármestere arról beszélt, kettősség jellemzi az aktuális munkaerőpiaci helyzetet. Mint mondta, a nagyvállalatok keresik a szakképzett munkaerőt. A vármegyében ugyanakkor jelenleg több mint 23 ezer álláskeresőt regisztrálnak. A városvezető abban bízik, hogy a nyíregyházi foglalkoztatási paktum munkája és a szeptemberi fesztivál összehozza az igényeket. Egyszerre van jelen az, hogy a cégek arról panaszkodnak, hogy nincs szakképzett munkaerő. Másik oldalról pedig van 23.685 álláskereső a megyében jelenleg, és csak itt Nyíregyházán végzett 2300 diák a nyíregyházi szakképzettem iskoláim, akinek a 80%-a nem tanul tovább, kvázi megjelenik a munkaerőpiacon. Tehát ez nyilvánvalóan kellene munkaterentő beruházások, újak, mert a jelenlegi nem veszi fel, de ugye nekünk a legfontosabbak mégiscsak azok, akik már itt vannak, azok a foglalkoztatók, legyen kis középvállalkozó vagy nagy foglalkoztató, hogy az ő jövője stabil legyen, illetve a városlakók jövője is, hiszen a kettő össze találkozik, hogy legyen munkaerő. Az eddigi programok azért nem hozták meg azt az eredményt, amit vártunk, tehát a különböző állásbőrzék. Ezért én nagyon örülök, hogy ez a négy munkacsoport, amely tavaly a nyíregyházi foglalkoztatási paktum szervezetei közt megalakult, ez kitalálta azt, ezt a programot, ezt a szakmafesztet, ami mutatja ennek a teljesen újszerű megközelítését, de mögött az van, hogy a munkáltatók, a nagyfoglalkoztatók, a középfoglalkoztatók, a szakképzési intézmények, a város, a nyíregyházi paktum koordinálásában ezen gondolkozik, és folyamatosan ezért dolgozik, hogy egyrészt ezt a nagy kérdést, amit eddig nem sikerült megoldani, és önmagában az új beruházások sem biztos, hogy meg fogják oldani. Nyilván azok sokat segítenek, és enélkül is miről beszélni, de kell még valami plusz. Én azt remélem, hogy ez a szakmafeszttel elindul egy ilyen új program, ami eredményes lesz.
A szakmafest reggelén futással és flashmobbal ébresztik a várost a résztvevők, a szakmák bemutatását pedig sport és kulturális programok kísérik, majd gála műsor zárja a rendezvényt. Kedves nézőink, eddig tartott ma a 35 perc, legközelebb új műsorral szerdán jelentkezünk, akkor többek között a nyári diákmunkaszezonnal foglalkozunk bővebben, számítunk figyelmükre akkor is, viszontlátásra!